We lived there for several generations in Kalocsa. We were supposed to be living and dying there. Zsidót soha nem is láttam életembe se. Tehát én még azt mondhatom, hogy 8 évvel ezelőtt se láttam én zsidót. Lehet, hogy láttam, csak nem tudtam, hogy az. Én úgy nőttem föl, hogy mi mind magyarok vagyunk, én voltam egy magyar zsidó, és a szomszédban volt egy magyar katolikus. Some of them I thought they were almost crying. I watched them, but some were happy seeing us, finally getting rid of us. When they picked up the dead, the people said, well, he's almost dead, why don't you take them? And I could say, no, I am still alive. This is all what my mother told me. I was less than 2 years old. When they ask your nationality, I said Hungarian. And that person said, you still didn't learn that you are Jewish and not Hungarian. And that's when I became a Zionist. Igen, de erről végül is valami szinten azért nem tudunk, mert nem szeretnek erről beszélni. Szóval az időseket, hogyha megkérdezzük, akkor nem szívesen emlékeznek erre vissza. Itt van Gyöngyi, aki ezt képes és föléleszti. Hogy ezekre a dolgokra, ezekre emlékezni kell. És el kell mondani, úgy, ahogy én nektek, úgy el kell mondani nektek is, hogy én nem mese, amiről itt beszélnek. Erre ma még vannak élő tanúk. Ha ők nem lesznek, akkor ki fogja ezt elmondani? Nekünk kell továbbadni. Azért, hogy ilyen soha többé ne történjen meg. Mert az az eszme, amely elpusztította az önök testvéreit, elpusztította az önök lelkét, az újra itt van. Velünk van a 21. században Magyarországon. Megdobtak egy amerikai nőt Kalocsán, a holokauszt megemlékezésen. Egy csavarral találták el, megsérült a tarkója, kórházba vitték. Aki dobta, azt mondta a rendőröknek, hogy zavarta a zene. Én nekem mondom, hogy nekem előérzetem volt. Én már előttem mondtam neki, hogy nem volna szabad ennyire belemerülni. Azt mondta, hogy mama, mit csinálnak velem, megvernek? Hát mondom, meg nem verhetnek, de látod, hogy a zsidókkal is mit csináltak.